Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Nehéz éven vannak túl a vállalkozások, és úgy tűnik a következő időszak is sok kihívást tartogat számukra. Erről is szó lesz a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Emlékmenet, a Doni hősök előtt tisztelektek. Változások új évtől, módosult a munkatörvénykönyve. Élen, vármegyénkben született a legtöbb csecsemő tavaly. Immár 11. alkalommal indult emlékmenet Vármegyénkben a Donkanyar hősei előtt tisztelegve a Honvédsuli Egyesület szervezésében. Az emlékmeneten résztvevő ifjak 4 nap alatt mintegy 100 kilométeres távot teljesítettek, az útvonalukon található településeken pedig rövid megemlékezéssel, koszorúzással tisztelegtek az adott településről származó elesettek emléke előtt. Stábunk az első nap Érpatakon és hétfőn Nyírbátorban, a záróhelyszínen is ott volt. Péntek reggel Újfehértóról indult, délelőtt 10 óra tájékán pedig Érpatak határához ért a Donkanyar áldozatai tiszteletére tartott emlékmenet. A szervező Honvédsuli Egyesület célja, hogy 200 kilométert gyalogszerrel megtevő emlékmenettel tisztelegjen a dombmenti harcokban résztvevő magyar katonákra. Kovács Zsuzsanna szerint a közösen megtett emlékmenet segíthet a résztvevők számára elképzelni, milyen lehetett a második magyar hadsereg hősei között menetelni a fronton. 11. esztendeje hajtjuk végre ezt a menetet. Először rövid etápokban képzeltük el a menetet, majd későbbiekben kiderült, hogy a fiatalok, még a 7 éves és a 9 éves fiatalok is nagyon bírják ezt a menetet, úgyhogy így 200 kilométerre álmodtuk meg. Azért 200 kilométerre, mert ugye 2000 kilométerre van tőlünk a Donkanyar, illetve 200 kilométeres frontvonalat védtek a Don mentén a mi bakáink. Elsősorban ugye, amikor ezt az egészet elkezdtük, a Honvédsuli hagyományőrző tagozata, így a Honvédsuli kadétjai vettek részt. Ma már ugye ez kibővült, és mióta ugye a Honvéd kadét program megjelent az országban és az iskolákban, most több helyről, illetve az ország több megyéjéből is jelentkeztek Honvéd kadét programmal résztvevő kadétok, illetve területvédelmi tartalékos állományban lévő katonák, valamint civilek. Az Egyesület a korhű ruhák által is próbálja test közelbe hozni a történelmet. Jó lehet a mínusz 40 fokos farkasordító hideget, amelyben a bakáknak kellett helytállni. Nehéz elképzelni a mai időjárási körülmények között. Ugye fent található egy úgynevezett 35 mintájú sisak, és ugye a 35 mintájú sisakban itt lehet látni oldalt egy fenyőgalját, ez egy úgynevezett hadijel. Lejjebb megyünk, itt látható a fiatal emberen egy 26 mintájú köpeny, ami posztó anyagú. Alatta, ugye az annyira már nem látszódik itt, egy 39 mintájú zubbony található. Itt a felszereléseit lehet látni, itt lehet látni két patrontáskát, ugye ez az 1908 mintájú Mannlicher patrontáska. Ha ide jövünk oldalra, akkor itt láthatjuk a 95 mintájú bajonetnek a hüvelyét, szoronypapucsát, és jelenleg a bajonett az most fel van tűzve a 95 mintájú Mannlicher karabélyra. Itt lehet látni. És ugye itt található a 95 mintájú Mannlicher karabély. Ugye a 95 mintájú ez azt jelenti, hogy 1895-ben lett ez a fegyver megalkotva. Nem igaz az az állítás, hogy papírtalpú bakkancsban, ugye nagyon sok helyen olvasható volt ez a papírtalpú bakkancs, ezt tudnélik, hogy ezt 1916-ban, tehát az első világháborúban használták, méghozzá a kárpáti harcoknál, és az a bakkancs is megfelelő volt, annyi hibája volt, hogy ott a fagy okán, a hólé és a fagy okán, ugye éjszaka megfagytak a lábak, tehát mivel áttázott. Alapvetően ezek a ruházatok, amit a Magyar Honvédség kapott akkor, a Magyar Királyi Honvédség kapott akkor, a magyar térre volt beállítva. Viszont nagyon jól tudjuk, hogy az orosz tél az kicsit keményebb. De mindemellett mondom, fontos azt megjegyezni, hogy a korban a magyar viszonyoknak megfelelően a lehető legjobb felszerelést kapta meg a Magyar Királyi Honvédség. Ez pedig már hétfő késő délután, amikor 100 kilométer megtétele után megérkezett Nyírbátorba csak nem 100 főből álló emlékmenet.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 11. alkalommal életre hívott esemény azoknak a katonáknak és munkaszolgálatosoknak állít emléket, akik 80 évvel ezelőtt a II. Magyar Hadsereg kötelékében estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba a Donkanyarban. A Doni katasztrófa, a Donkanyarban történt események, azt gondolom, hogy vita nélkül mondhatók, hogy a magyar hadtörténelem egyik legtragikusabb, legkomolyabb véráldozatokkal járó eseménye a modernkori magyar történelemnek. És ezzel kapcsolatban nyilván mindig helye van, és helye lesz a magyar társadalomban megemlékezni azokról a hősökről, akik életüket áldozták fel a szülőföldjükért, a szülőföldjük védelméért. Sok ezer magyar honfitársunk ilyen rekkenő hidegben, nem ilyen hidegben, amiben ma itt állunk, hanem ettől sokkal tragikusabb hideg körülmények között találta magát szemben az ellenséggel, és sok ezer magyar bajtársunk lett oda. Nagyon sokan meghaltak, nagyon sokan fogságba estek, nagyon sokan eltűntek, és nagyon sokan hosszú hetek, hónapok szenvedései után értek haza. Az áldozatok elsősorban a katonák, de ugyanígy áldozatnak tekinthető az ő családtagjuk, barátaik, ismerőseik és az egész magyar nemzet. A nyírbátori megemlékezés helyszíne az a bátori laktanya volt, ahonnan a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc hadseregének 12. gyalogezrede az indulás előtt állomásozott. A parancs alapján Nyíregyházára vonultak, és onnan 4500 fő a Honvéd gyalogezred tagjai elindultak a keleti frontra, és a vérzivataros utazás után 80 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én a szovjet vörös hadsereg alakulatai áttörték a magyar védvonalakat, súlyos veszteséget okozva a II. Magyar hadseregnek. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke, az emlékeztetés és a példamutatás fontosságát emelte ki az eseményen. Azok a hősök, akik a Donnál, az Uribi hídfőnél ott voltak, életüket vesztették, vagy akik szerencsével hazatértek, ők pontosan tudták azt, hogy mennyire tud fájni a haza, és mennyire tudtak vágyni a hazára, és ezért a hazáért ők a legnemesebbet is képesek voltak feláldozni, az egyetlen dolgot, ami nekik van, az életüket. És ezért váltak ők hősökké, és váltak ők példává a mai generáció előtt is a hazaszeretetből. Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszter helyettese arról beszélt, a Donkanyarban odaveszett katonák az akkori politikai vezetés rossz döntései miatt kerültek lehetetlen helyzetbe a szovjet csapatok ellen. Ez a megrázó dráma valójában tele van a hősiesség meg annyi megnyilvánulásával, a magyar katona kötelesség tudatának temérdek bizonyítékával. Sajnos az emberi élet végessége miatt ma már alig él valaki azokból a katonákból, akik egykor megjárták a Doni fehér poklat. Így az egykori Doni hőseink irányába meglévő adósságunkat is már csak az emlékük ébren tartásával és a megfelelő tisztelet lerovásával törleszthetjük. Ezért emlékeztünk meg az elmúlt napokban több helyen és helyszínen, és ezért állunk most itt, Nyírbátorban is, hogy el és kimondjuk. A Donkanyarban végsőkig helytálló honvédek hősök voltak. A laktanya falán lévő emléktáblánál a térség számos települési önkormányzata és szervezete helyezett el koszorút a Doni hősök tiszteletére. A Honvédsóli Egyesület február 13-án folytatja újabb 100 kilométeres emlékmenetét a fehérgyarmati járásban. Tisztűz! Tűz! Koronavírus után háború, majd energiaválság. A tényezők, amelyekkel meg kellett küzdeniük a vármegye vállalkozásainak az utóbbi hónapokban. A megemelkedett rezsiárak úgy tűnik még hosszabb ideig kitartanak, miközben a bérköltségek is magasabbak új évtől. A témával kapcsolatban vendégünk Comba Csaba, a Vállalkozók Országos Szövetségének társelnöke. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Kezdjük talán azzal, hogy milyen állapotban vannak
megye vállalkozói, vállalkozásai, így a koronavírus és a tavalyi év után? Hát összességében azt lehet mondani, hogy igazából jó állapotban nincsenek. Van egy pár cég, akit nem rendített meg ez a nehéz időszak, egymás után következő nehéz időszak, de ezek a cégek vannak kevesebben. A vállalkozások nagy részét igen komolyan érintette. Nagyon sok vállalkozás, amikor koronavírus volt, akkor már nem tudta a dolgozóit megfelelőképpen foglalkoztatni, nem tud megfelelő árbevételt és eredményt realizálni ezáltal, tehát a megbetegedések következtében, meg a maradjunk otthon, meg maszkba járjunk, meg nem dolgozunk, meg home office, nem lehet minden szakmában, meg köműves nem lehet home office-ba foglalkoztatni, és hagyd ne soroljam. De talán tehát, akkor még voltak tartalékai a cégeknek. Igen, akkor még igen. Hát, gondolt, és sokan bevállalták, hogy ennek terhére tartották így van, még magukat tehát, és nem a dolgozóikat. Nem történt egy drasztikus és tömeges mondjuk leépítés a vállalkozások részéről még a Covid időszakában. Na de jött a tavaly év, a energiaválság, ez ami az utolsó negyed évre, vagy fél év után jóval akkor csúcsosodott ki, akkor viszont már az energia árak emelkedése is nagyon befolyásolta a vállalkozásoknak a működését, különösen azokat a vállalkozásokat, akik sok energiát használnak, mondjuk van egy cég, ahol több hegesztőt foglalkoztatnak, vagy pedig egy szerszámgép, vagy egy cég, ahol szerszámgépek működnek nagy energiafogyasztással. Ezeknél a megemelkedett árak igencsak igénybe vették a vezetőknek a szellemi kapacitását, hogy mit tegyenek. Ha volt megrendelésük, akkor, vagy van elég megrendelés, akkor nem célszerű elküldeni dolgozókat, mert akkor nem tud teljesíteni. Viszont a megrendelések azok nagyon sok helyen és nagyon sokszor úgy vannak, hogy le vannak kötve egy jó működő cégnél hosszabb időszakra, a következő pár hónapra, vagy fél évre, akár egy évre is fix áron, tehát ő nem tud árat emelni. Tehát nem tudja azt csinálni ez a vállalkozás, hogy akkor most az energiát ki kell fizetni magasabb áron, honnan szerzek ahhoz plusz bevételt, illetve a dolgozóit meg kell tartani, amit pedig csak úgy tudok megtartani, hogyha normális fizetést adok neki. Elindult az infláció hozzá még ráadásul, ami azt jelentette, hogy minden dolgozó, minden ember, minden normálisan gondolkodó ember azt nézte, hogy hogyan tud magasabb jövedelemhez jönni, vagy jutni, és hogy tudja azt megkapni. A vállalkozás vezetője vagy vezetői pedig azon törték a fejüket, hogy miből adjanak a dolgozóiknak valamennyi kompenzációt legalább, hogy a megnövekedett árakat is tudják fizetni. Tehát két oldalról is támadás érte a vállalkozásokat, egyrészt az energiárakban, másrészt pedig az infláció növekedésével. Amit nevezhetünk háborúsnak, meg akárminek, minden esetre bejött ez végeredmény szempontjából. Teljesen mindegy, teljesen mindegy. Tehát nagyon sarokba szorultak a vállalkozások vezetői, hogy mi a megoldás, mi a megoldás. Ugye különböző támogatási formák elkezdtek megindulni, hogy először az energia igényes vállalkozásoknak adnak államilag támogatást, de aztán a VOSZ-ba is azt képviseltük, hogy hát minden vállalkozást érint valamilyen formában az energia növekedése, valakit kisebben, valakit magasabb mértékben, de százalékosan ugyanannyi az áremelkedés egyes vállalkozásoknál. Érjük el azt, hogy kapjanak a vállalkozások támogatást, illetve az évvégi bértárgyalások, a minimálbér és a garantált bérminimum tárgyalásokra is kivetette a fényét, vagy a hatását ez a folyamat. Ezek a tárgyalások elég nehezen indultak el most, szeptembertől húzódtak gyakorlatilag decemberig, mire a megállapodás született. Nagyon sok forduló volt, nagyon sok egyeztetés volt, a főtitkár úr járt állandóan ezekre a megbeszélésekre. Mi akkor is úgy gondoltuk, hogy először ugyan 12-13%-ig menjünk el, tudva az, hogy a minimálbérből hogyan lehet megélni, sajnos nem lehet nagyon belőle jól élni, hogy finoman fejezzem ki magamat, de a vállalkozókat ért egy előzetes behatások, ugye, amikről most beszéltünk, még ehhez a bér megemelés, és ugye rájuk
oktrojáljuk, vagy kapjuk, terheljék a vállalkozásokat, ezt nagyon átfontolta és megfontoltan kell eldönteni. Végül is elmentünk a 14, illetve 16%-os mértékig. A szakszervezetek és ezt tudomásra vették érdekes módon elég hamar. Tulajdonképpen nem is volt nagyon vita, tehát a munkadók és a munkavállalók között. Annak ellenére, hogy volt egy időszak, amikor a szakszervezetek 20% körül akartak, vagy a fölött is, de erről nagyon hamar lemondtak, mert megértették azt, hogy miből és hogyan. Hát a kevesebb ember is, jobb, mint a tömeges elbocsátás. Ugyanis az alapelv az volt a kormányzat részéről, ezt mi tudtuk már a VOSZ-ban az ősz folyamán, hogy korábbi években, amikor a minimálbér megemelkedett, a vállalkozások kaptak valamilyen támogatást, tehát a szocó csökkent most több év alatt, 2%-kal, 3-mal, mikor mennyivel, és ezt kijelentették, hogy nem fognak tudni az állam, a kormányzat kompenzációt adni. Tehát egyrészt azok a vállalkozások kerültek itt nehezebb helyzetbe, akiknek a dolgozóik nagy része, vagy esetleg mindenki minimálbéren van, akkor most fel kell emelni ez a 16%-kal minimálbérnél, a szakmunkásbérnél pedig 14%-kal, azzal szemben pedig semmi támogatás. Még az a 2%, ami a szocióból lejött, az nem annyi, mint a bér az igen, nagyobb összegű, mint a szoció. Tehát nagyon sok vállalkozást, ez most is, mint a korábbi években, negatívan befolyásol a működés, hogy most tudom-e az embereimet foglalkoztatni. Megint egy döntési kényszert. A vállalkozások állandó döntési helyzetbe kerülnek, különböző külső hatások miatt. Nem elég neki a napi gond, hogy megrendelést kell szerezni, munkát kellene az embereknek, piacon kell maradni, stb., hanem még jönnek ezek a behatások, amelyek befolyásolják az ő működését, és itt megtalálni azt az utat, hogy eredményes maradjak, vagy legalább nullára jöjjek ki, ne legyek veszteséges, az embereimért se kelljen elküldeni. Piacon is ott tudjak lenni, nagyon nehéz. Tehát nem egy egyszerű a vállalkozások helyzete, röviden a kérdésére. Azt mondom, hogy kellőképpen... A munkatörvénykönyv változásai egyéb feladatokat is adtak most, hát igen, most a munkáltatókra. A tájékoztatási kötelezettség, a munkaszerződésekkel kapcsolatos változások. Tehát megnőtt a feladatuk a vállalkozásoknak. Mondjuk egy nagy cégnél, ahol van egy külön munkaügyi osztály, hát ott bizonyára felkészült emberek vannak, de most gondoljunk vele abba, hogy van egy kis vállalkozás, akinek maximum egy könyvelője van. Na most ott a vállalkozás vezetőjének azt szoktam mondani, hogy mindenhez is, mint a székek mondják, kell érteni. Tehát ő legyen tájékozott a munka, ügyi kérdésekben, az adókérdésekben, a nem tudom milyen juttatás kérdésekben, az ilyen rendelre szabványokban, hogy olyan szakterületen dolgozik. Tehát mindenhez érteniük kell. És most még jön az, hogy itt több adatszolgáltatás is szükséges, ugye. Most egy példát ragadnék, itt több ponton is változott a munkatörvénykönyv, hogy ugye 15 napon belül a próbaidő után fel lehet mondani a dolgozónak indoklás nélkül is, de hogyha a dolgozó utána úgy gondolja, mondjuk egy hónap, vagy egy fél év múlva, akármikor, hogy nem indokolták, mert neki vélmondtak fel, akkor megtámadhatja a céget, és akkor belekerülhetnek egy ilyen, nem is tudom milyen vitába, akármilyen vitába. Tehát nem könnyítették, én úgy látom, a vállalkozások helyzetét, aztán örülünk annak, hogy lehet apasági szabadság 10 nap, aztán még lehet szülői szabadság 44 nap. Azon kívül van 30-valány nap egy ember, aki már egy korosabb embernek szabadsága. Most akkor 70 napig, 2 hónapig gyakorlatilag nem fog dolgozni a cégnél. 70 tehát, nap az nem is 2 hónap, hát, munkanapot számol, az nem is 2 hónap, hanem 3 hónap. Még több. Tehát ezt meg nem tudom, én magam részt nem tudom hova tenni most akkor. Hát nekünk emberek kellnek, akivel dolgozzunk, valakivel termeltetni kell a bevételt. Pontosan. És adtak megint egy csomó olyan plusz lehetőséget. Rendben van, hogy családpolitika van az országban. Rendben van, hogy legyen több gyerek. Rendben van, hogy a szülő foglalkozzon vele, legyen otthon, de azért 44 nap. Meg még 10 nap apasági. És van a rendes szabadsága. Hát ezt, ha összeadjuk, akkor hónapokig nem dolgozik. Akkor jöhet az, hogy azt mondja, hát én nem tudok rá számítani, el kell, hogy küldjem, keresek egy olyan embert, aki tudok rendesen minden nap foglalkoztatni, és akkor rendes munkatörvénykönyv szerinti szabadságát vesz igénybe egy évbe. Többi napokon meg lehet rá számítani.
kivéve ha beteg, az egy más kérdés. Tehát ez egy kicsit érdekes, de hát ebben úgy érezzük, hogy ilyen politikai gondolkodás van, hogy még több lehetőséget adjunk, hogy minél többen vállaljanak gyereket, ami nagyon szép és nagyon jó kitűzött cél, hogy a népességfogyás csökkenjen, megszűnni, sajnos nem tudjuk, úgy látszik, de hogy csökkenjen, minél több gyerek legyen ebbe a országba és a hazánkba, ez nagyon szép, de hát azért ennek a mértéke itt a munka oldaláról... Ez pont egy ilyen megtépázott vállalkozási pontosan, helyzetben. Pontosan. Tehát valahogy... Mire számít 2023-ban? Hát ezek tükrében beszélgetek... Kell-e itt tömeges munkaerő elbocsátásra számítani? Hát ha tömegesen nem is, de biztos, hogy, csoportosra biztos, biztos hogy lesz. Már hallunk olyan komoly vállalkozásokat itt a megyében is, akik... Amikor az energiaárak emelkedése megtörtént, már akkor kezdték elküldeni a dolgozókat, és továbbra is hallunk ilyen véleményt, hogy nem tudja, hogy meddig fogja tudni fenntartani a vállalkozást, lehet, hogy csak visszafogja magát, bár olyat is hallottam, aki teljesen lehúzza a rollót, vagy bezárja a vállalkozást. Tehát a kormány prognosztizál gazdasági növekedés, meg állítok az Eurostat is az idejénre megint olyan 5% körülét nekünk. Hát itt a Wolfsburg úgy gondoljuk, hogy nem igen fogjuk azt elérni, legyen úgy, de ahogy most látszik a mi szemszögünkből az ország gazdaságának a helyzete, meg a vállalkozások helyzete, hát jó alattak kell, hogy 2-3% körül satszoljuk, lehet, hogy nem így lesz, legyen 10%, az lenne nagyon jó, vagy magas mértékű, de nem látjuk ezt a növekedési lehetőséget, a vállalkozások az továbbra is, ahogy az előbb elmondtam, egy ilyen beszorított, nehéz helyzetben vannak, nem találják meg a kitörési pontokat, mindenkinek jár ilyenkor az agya, rengeteget gondolkodik, a kiskapukat keresi, hogy hogyan tovább. A kreativitás az megvan. Az megvan, hál' Istennek, azért nem kell, ilyen szempontból nem kell félteni a vállalkozásokat, de hát vannak pillanatok, meg helyzetek, amit nem tud egyszerűen majd megoldani. Nem tud megoldani. A tőke sosem lesz önmaga ellensége. Hát a tőke az nem lesz sosem önmaga ellensége, ez is szép, csak a tőkének a megszerzés és a megtartása, az is egy nagyon komoly feladat. Majd látjuk az év végén, hogy mire jutunk. Comba Csaba, köszönjük szépen, hogy vendégünk. Köszönöm a lehetőséget. A tavalyi évben is Szabolcs-Szatmár-Berekben született a legtöbb kisbaba Magyarországon. A 3873 újszülött között idén is több a fiú, mondta el Papp Károly, a József András Oktatókórház szülészfőorvosa. Hozzátette, a múlt évben 34 olyan szülést regisztráltak, amely szaksegítség hiányában otthon zajlott le, mivel nem tudtak bejutni a kórházba. A jövőben ezen szeretnének segíteni egy mozgó szakorvosi szolgálat indításával. Levente és Emma is a József András kórházban látta meg a napvilágot. Levente császármetszéssel, Emma pedig természetes úton jött világra, az egyik nemrégiben kialakított családbarát szülőszobában. Most épp anyukájukkal együtt pihennek ebben a két személyes gyermekágyas szobában, és várják, hogy a 72 órás megfigyelés letelte után hazatérhessenek. Ez pedig a vajúdó szoba, ahol függönyök választják el egymástól a kismamákat, később pedig átkerülnek a szülőszobára. A József András kórházban van, hogy egyszerre 4-5 is szülnek egymással párhuzamosan. Országos szinten az egyik legtöbb kisbaba jön világra ezekben a szobákban. A főorvos azt mondta, tavaly 3873 gyermek született a kórházban, így a kórházi és a megyei adatok is a korábbi évekéhez hasonlóan alakultak. Tavaly előtti évhez képest ugyanannyi született, ez 3873 pontosan a szülésnek a száma, előző évben pár tízzel, húszszal volt talán több. A Covid időszakban volt egy picike csökkenésünk, ez most úgy néz ki, hogy stagnál, illetve picit emelkedik. A megyéről annyit érdemes elmondani, hogy ez a megyei adatokra is vonatkozik, tehát kb. Azt a számot hozzuk, mint amit az elmúlt években volt. Kitekintve az országra, azt mondhatjuk, hogy az egyik legtöbb, legnagyobb arányú születésszáma Szabolcs megyében van, ez már évtizedek óta így van, a ország többi részeihez viszonyítva, tehát lakosságszámhoz képest ez így működik. Papp Károly azt mondta, összesen 4 családbarát szülőszoba várja a kismamákat és a hozzátartozókat. Ezt a fotelt például papaszéknek is hívják. De találunk itt bordásfalat és fürdőkádat is.
Mi a kádat látják, ez nem dísznek van kitéve, hanem ezt tudjuk alkalmazni. Ez ugyan családbarát szülészeti elveknek a alapját jelenti. Mi úgy gondoljuk, hogy meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ugyanolyan helyiség legyen, vagy talán néha sokkal szebb is, jobb is, mint mondjuk egy otthoni körülmények, legyen itt a fér, legyen itt az apa, ha szükséges, akár a gyerekek. Tehát egy olyan tér legyen, ahol tényleg el tudjunk működni. Van egy ilyen ugyan szülési tájékoztató, ezt kiadták a minisztériumban, ami többek között benne van az, hogy a vízben való vajúdás az mennyire jó a szülés haladása szempontjából, tehát a fájdalomcsillapítás szempontjából. Nekünk 4 olyan egyágyas szülőszobánk van, ahol van kád, szülésznőink fel vannak rá készülve, tudják végezni. Egyetlen egy probléma van, hogy a jogszabályváltozásról beszéltünk, hát megszűnt ez úgynevezett szülésznő választás, hogy külön jöjjön be szülésznő, és ő foglalkozzon, hát ezek kicsit nehezíti a helyzetet, de amennyiben vannak elég számú szülésznő bent a szülőszobán, és ők ezeket tudják csinálni, mai napig is minden héten 2-3 ilyen szülés zajlik le, tehát ez nagyon jó. A főorvos elmondta azt is, hogy a jogszabályváltozások eredményeként a Vármegyében most már a Józsa András Kórház felelősségi körébe tartozik a koraszülések lebonyolítása. Mi végezzük az összes koraszülésnek a lebonyolítását, ami kórházunkban, osztályunkon történik, illetve hát a újszülött részlegen a gyermekosztállyal együttvéve. Így érthető, hogy az országos átlagtól lényegesen magasabb a koraszülötteknek az aránya, ez 480-490 volt tavalyi évben. Ezt azért mondom jónak, mert elmutató, hogy a kisújú újszülöttet, tehát a 2500 gondolatának jelentős része ma már itt szület. Nálunk. Megmondom, hogy egy magyarországi szinten is egy nagyon kiemelt jó helyzetben, pic háttérrel. A másik fontos szám az éves statisztikai adatok közül a szülés körüli sikertelen terhességek vagy magzati haláloknak a száma. Itt egy nagyon szép javulás volt az elmúlt évtizedben, ami egészen 2018-ig tartott, 2018-19-ig tartott, ahol elértük azt, hogy a Nyíregyháza, illetve a Szabolcs megyében a szülés körül halálozás kevesebb volt, mint az országos. Erre nagyon büszkék is voltunk. Ez természetesen nem természetesen a gazdasági helyzetből, jó helyzetből adódott, hanem itt a védőnők, házi orvosok, nőgyógyászoknak az igen komoly együttműködése és odafigyelésének volt az eredménye. Hát sajnos ezt a Covid elmosta vagy elfújta, hogy így mondjam. Ennek megfelelően tavaly évben, vagy tavaly előtt évben, 21-ben hát akár háromszorosa is volt a magzati veszteségeknek a száma, tehát óriási romlás volt. Tavaly évben, hál' Istennek, jövünk visszafelé, az azt jelenti, hogy már az országos átlagot el tudjuk érni, viszont szeretnénk megint eljutni oda, hogy jobb legyen Szabolcs-Szatmár-Mereg megyében várandósnak lenni, illetve szülni, biztonságosabb legyen, hát erre mi sokat kell dolgoznunk. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye valamivel az országos átlag felett van a császármetszéssel születettek arányait tekintve. Ezen az ábrán jól látható, hogy az országos átlag 40,6%, és hogy műtéti beavatkozással a legkevesebb gyermek Hajdú-Bihar vármegyében születik. Na most a császármetszések végzése egy örök probléma, hiszen bizonyos észak-európai államokban ez egészen lement ilyen 17-20-24%, de Debrecen klinikán 27%, tehát nagyon kevés, ehhez képest ami 42%-unk, hát majdnem, hogy óriási számnak tehető be. Csak úgy mondanám, hogy nem régen jelent meg a Lancetben egy közlemény arról, hogy egy angliai régiónak, egy 2 milliós régióban kb. 200 olyan gyermeket tartanak számon, akik azért sérültek meg, mert ott nem végezték el időben a császármetszést, de ez egy mellékjegyzet van. A császármetszések, ma már úgy gondoljuk, hogy a császármetszés egy alternatíváját képezi annak, hogy mind az anyának, mind a magzat egészségesen vagy egészségesebben tudjon megszületni, ha van valamilyen baj. Ezért Magyarországon például kérésre császármetszést végezni, csak simán kérésre nem lehet. Ezt tartjuk mi is magunkat hozzá. De ha van indok, van olyan, amikor igenis előnyt jelent egy császármetszés, mondjuk egy fogóműtéthez, vagy egy vákumhoz képest, és a gyerek valószínűleg egészségesebb lesz, igen.
Azt tudni kell, hogy a császármetszés követően azért vannak ennek veszélyei, tehát a későbbi terhességek számára, a anya részére is, de ugyanezt el lehet mondani a szülés után is. Tehát ez a kettőt igazán még nem dőlt el, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb. Amit kérdezett, hogy mennyire befolyásolja a későbbi terhességeket, én úgy tudom, hogy Debrecenben a Póka tanár úr olyan pár évvel ezelőtt egy 15. császármetszést csinált meg, tehát egy olyan hölgynek egy 15. császármetszést végezte, mind a ketten jól vannak, majd a gyerek is, az anya is jól van, rendben van. Én személyesen 6 császármetszést, 6. császármetszést végeztem itt az osztályon, rendben van. Természetesen ez behatárolja a dolgot, természetesen aki sok gyereket kíván egy első császármetszés, nem indokolt császármetszés, evésre behatárolja, hogy ő mennyit legyen. Én nem gondolnám, hogy ma egy 15 perc alatt elvégzett korszerű technikával, jó felszereltséggel, megfelelő időben, megfelelő szorításban elvégzett császármetszés olyan nagy gondot jelentene a későbbiek számára. Az egyik tábor, aki azt mondja, hogy a természetes szülés mindenek fölött, én kivárom, én meg akarom mutatni, hogy anya leszek, meg akarom mutatni, hogy meg tudom csinálni. Ő számukra biztos, hogy káros egy olyan oxitocinos infúzió bekötés, ami nem indokolt, vagy enélkül is meg tudna szülni. Van egy másik terület, amikor van egy olyan helyzet, akár a magzatnak, akár anyánál, ami egy veszélyhelyzetet jelent, és nem mindegy, hogy 23 óra múlva fog megszülni az a gyerek, megszületne a gyerek, vagy esetleg 10 vagy 8 óra alatt. 8 óra alatt még egészséges, nincs semmi gond, lehet, hogy a 20. órában még már olyan oxigénhiányos állapot alakulhat ki, ami esetleg később problémát jelent. Tehát ez esetei válogatják, hogy így mondjam ezt a kérdést. Ugyanez, mint a császármetszésnél, feleslegesen adni oxitocint bűn, nem szabad. A oxitocin az egy nagyon jó, de az gyógyszer. Akkor kell alkalmazni, ha annak az indikáció fennáll, hát ez megint azt mondani, hogy szakorosnak kell eldöntenie. Itt mindenki egyrészt a tanulmányai, tudás alapján, meg hát a önmérséklete, hogy ő hogy gondolja, hogy végzi. Egyébként az anyukák részéről mind a két irányban van kérésünk. Az egyik az, hogy én nem, nehogy legyen meg, nem. A másik pedig az, hogy most már két napja vajudok, és most van csinálni bennem valamit, mert gond van. Visszatérve itt a debreceni elvekre nagyon kevés a császármetszés szám, például őnek itt technikájuk az, hogy ők már a 38-39. Héten megajánlják az anyukának, egészséges vajudókról beszélve, egészséges várandósokról beszélek, hogy esetleg, ha megindítják a szülést gyógyszer segítséggel, akkor korábban szülnek, és kisebb lesz a császármetszés frekvenciák, akkor most melyik a jó? A főorvos hangsúlyozta, igyekeznek kiterjeszteni a várandós gondozást a vármegye teljes területére. Ennek érdekében egy mozgó szakorvosi szolgálatot indítanak, amelynek célja, hogy 6 hetes időközönként minden egyes várandóst meg tudjon vizsgálni egy szülésznő és egy szakorvos. A múlt évben 34 olyan nem tervezett otthonszülés zajlott a vármegyében, amelyek esetében a kismamák a távolság miatt nem jutottak szaksegítséghez, mondta el a főorvos. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Friss műsorral jövő héten hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!